Ma van 70 éve annak, hogy a szerzetes rendeket elhurcolták. Igazából nem is szokták így mondani, hogy elhurcolták, hanem eufémisztikusan azt mondják, megvonták a működési engedélyüket. Azért az az érdekesebben, hogy ez a feloszlatás, elhurcolás, ami azért a magyar történelemben páratlan volt, ilyen soha nem volt még, 11 ezer szerzetes nő és közel 3 ezer szerzetes életét érintette, egyik napról a másikra mindenféle megélhetés nélkül kerültek ezek az emberek utcára. A határozattal később szentesítették ezt a cselekedetet. Mindez része volt annak, hogy az egyházra politikai nyomást próbáljanak gyakorolni, először az iskolákat államosították, utána pedig jött 1950-ben a feloszlatás. Igazából ez még júniusban történt, Szent Antal ünnepe táján, június 13-a előtt, után szedték össze először a határsába esőket, utána pedig a következő belső részekből szállították a legkülönbözőbb helyekre a testvéreket. Esztergomból például Békés Csabára, itt a Jézus szíve körmenet után történt, 1950. június 17-én, és akkor miután szélne keresztették az egész közösséget, valakik mégis visszajöhettek, mert közben már folytak a tárgyalások, és 1950. augusztusában Jóború Magda elvtársnő volt az államtitkár, aki aláírta, hogy 8 katolikus iskola megmaradhat, így végül a miénk is, és nem is gondoltak rá, hogy el tudják kezdeni a tanítást 1950. szeptemberében. Mi szerencsések voltunk, mert a bencések, piaristák, ferencesek és az iskolanővérek a két iskola révén, ha korlátozott számban is, de működhettek, de voltak olyan kisebb rendi közösségek, amelyek már nem tudtak újjáéledni, de nem csak kicsik. Például legnagyobb sajnálatomra Szatmári Irgalmas nővérek, amelyik az egyik legnépesebb szerzetes közösség volt, 1000-nél több tagot számlált a feloszlatáskor, gyakorlatilag nem tudnak újraéledni. Itt például Esztergomban az volt, hogy sejtették, hogy fog következni ez a feloszlatás, ezért a házfőnök mindenkinek beszerzett egy hátizsákot. Már össze voltak pakolva, hogy mit visznek magukkal. És amikor levitték őket Békés Csabára, akkor utána ott kényszer tartózkodási lakhely volt, a Békés Csabai kapucinusokhoz kerültek az esztergomi ferencesek. A templom addig be volt zárva. Tehát nagyon érdekes, amikor visszajött valaki közülük, akkor még azokat az elhervadt virágokat találta meg a templomban, amiket ők raktak ki. És gyakorlatilag az esztergomi közösséget is, tehát nem lehetett tudni, hogy lesz-e itt jövő, az iskolát már korábban államosították, ezeknek is megvoltak az előjátékai, és például tudjuk azt a visszaemlékezésekből, hogy a rendi ebédlőbe derék magasságig voltak fölhalmozva könyvek, a könyvtár, összecsomagolva a bezúzásra, a használati tárgyak és a többi. Tehát azt jelentette, hogy ide nem jöhettek vissza a rendtársak, hanem csak az ávósok meg a rendőrség tevékenykedett itt. Volt egy nagyon kedves anekdóta, amit a Tornyos Kálmán atya jegyzett föl, hogy akkor bementek, amikor visszakerültek 1950. szeptemberében a ferencesek, hát tiszteltüket kellett tenni a tanácselnöknél, pártitkárnál és a többi, és hát akkor a pártitkár nagy előzékenyen fölajánlotta, hogy ha valamire szükségük van, és ami az övék és nem került vissza hozzájuk, hát segít a visszaszerzésében, csak az volt a baj, hogy ami rendi társalgónk bútorzatával volt az ő irodája berendezve. És akkor az akkori házfőnök fölállt és mondta, hogy hát ezek a mi társalgomból vannak. És becsületére legyen mondva, visszaadta. És hát akkor persze sokáig ment a dolog, hogy na vajon, mivel két hetük volt a testvéreknek megszervezni, hogy 1948 után ismét tanítsanak 50-ben, Nagy Arisztid atyának meg Gyula atyának volt egy iszonyatos ember fölötti erőfeszítés, hogy a régi diákjainkat összeszedjék, akkor végül is aztán szeptember közepén megindult a tanítás itt is, meg a másik ferences gimnáziumban, Szentendrén is. Ez az állapot hivatalosan csak 1990-ben oldódott meg. Ez azt jelentette, hogy ebből a 13 ezer érintettből addig pusztán 280
személy lehetett hivatalosan, állam által is elismerten szerzetes. 1990-ben vonták vissza ezeket az intézkedéseket, és akkortól élhettek azok a szerzetes rendek is, amelyeknek nem volt a kommunizmus alatt lehetőségük erre.